Csatornám támogatja a Prózis. Valdir Szegátó, a szintól csöcs. Maradjatok velem! Üdvözlök mindenkit, Tari Árán vagyok, és itt is lennék egy újabb szórakoztató témával, egy szintor sráccal, egy újabb szintor sráccal. De most Valdir Szegátó egy brazil emberke, szintol emberke, akit rengetegen küldtetek már az elmúlt egy-másfél évben, amióta az első szintor srácos videómat megcsináltam, azóta külditek heti rendszerességgel. Úgyhogy újjak fel, hogy akkor kicsikét bemutatom nektek, több videót megnézünk róla, hát átbeszéljük, hogy mi a helyzet ezzel a palival. Na most néztem igazából Wikipédián, meg mindenhol, hogy mikor született. Fogalmam sincs, semmit nem találtam róla. Ha tippelnem kéne, valahol Brazíliában valószínűleg. Ezt nagyon konkrétan elmondtam. Szerintem 40, hát lehet, hogy már 50 év felett is van. Többi szintos srácsa ellentétben ő bevallottan szintolozik, és büszke is rá, amit lehet látni különböző klippekben. Láthatjátok is, hogy állandóan feszeng, és hát igazából... Hát egy elég érdekes jelenségről beszélünk, viszont lehet látni, mennyire szegény körülmények között él, akár csak a hátteret megnézitek, vagy a konyháját megnézitek, vagy a ruházatát megnézitek. Ebből kiindulva azt mondanám, hogy lehet az is, hogy nem szintolt használt, hanem különböző olajokat, olajmixet kevert össze, és ugye azt nyomja be magának, viszont ő az egyik olyan szintolt srác, akinek nem gyulladnék be semmije, mondhatni, hogy igazából nem kellett nagyon még orvoshoz mennie vele, úgyhogy a teste eddig jól tűri, so far so good, eddig minden király. De lehet, hogy később még ez visszajut, sőt biztos. Lényeg a lényeg, hogy kérem szépen a feszengetésével, vagy feszengetéseivel összeszerett Instagramon 20 ezer követőt, már több mint 20 ezer van neki, ami azért nem semmi ahhoz képest, hogy hát hogy néz ki, meg hogy milyen okos, intelligens ember. Na de... Lehet látni itt, ha az izmait, a nem lévő izmait, hogy olyan csöcse van gyerekek, mint nagyanyámnak, tehát konkrétan melltartót lehetne neki venni, és ezért is kerestem itt külön információkat róla, vagy hogy hol lakik pontosan, esetleg lakcímet, mert esküszöm nektek, én beküldenék neki ajándékba 10 darab melltartót. Esküszöm, tehát különböző méretben, mert nyilván egy videón keresztül nem lehet megállapítani, mekkora lehet a mellje, a csöcse, de azért, hogy mondjam nektek, tehát úgy 10 féle méretbe beküldenek neki melltartót, hogy vegye fel, kap még mellé 10 000 forintot, és akkor csinálom benne videót, és akkor jelöljön meg a videó alján, hogy én szponzoráltam be. Csávó azt megcsinálna, az biztos. Igazából ezzel a 20 000 követővel bebizonyította azt, hogy minden szarra van kereslet, de azt kell mondjam nektek, hogy tényleg érdekes ez az ember, úgyhogy köszönöm szépen a videót, amit küldtetek róla, mert hát ilyen jelenséget tényleg nem minden nap látni. Van a sima szintorsrásznak ugye, Korealnek, csak a karja nagy, meg van, aki ugye arányosabban osztja el ugye a szintolt, viszont ő nem. Ő nem spórol vele, ő az olajat mindenhova tolja, mekkora melle van, a csukjája már így jön fel, de még mindig... Nem tudom, valahogy nem unja meg és tovább csinálja. De hogyha így folytatja, akkor valószínűleg tényleg el fog híresülni világszerte, és valami szponzora lesz, és remélhetően akkor legalább már lesz annyi pénze, hogy elköltözhessen egy jobb helyre, mert jelenleg hát eléggé porfészekben él szegény. Na mindegy is. Remélem, hogy ez a videó hát érdekes volt. Írjátok le kommentbe, hogy láttatok-e már ezt a srácot, hol találkoztatok vele, hogyha igen, hát valószínűleg mondjuk Instagram lesz, bár én nem tudom, hogy Facebookja van-e, vagy YouTube csatorna, nem hiszem. De hogyha tudtok róla valami extra információt, nyugodtan írjátok le a komment szekcióba, és hát kíváncsian várom, mert amúgy engem is érdekel. Hogyha szeretnétek személyre szabott edzésteret vagy étrendet, tudjátok mit kell csinálni. adamtariprofizik.hu weboldalomnak a neve, látogassatok el, illetve kövessetek Instagramon, hogyha szeretnétek, hogy látassátok akcióimat, vagy posztjaimat, insta sztoriaimat, persze ez nem kötelező, úgyhogy azt kövessen be csak, aki kíváncsi a posztjaimra, és aki szeretné látni az akciókat, meg az ilyen viccesebb kiírásokat, posztokat, insta sztorikat. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Árán voltam, iratkozzatok fel, légy szíves! Peace!